A korábbi 18 és a most megítélt 3,5 milliárd forintos támogatásnak köszönhetően már több mint 21 milliárd forint támogatás érkezik a megye önkormányzataihoz. A most bejelentett újabb támogatásokból óvoda és bölcsödefejlesztés, barnamezős beruházás, csapadékvízelvezetés, kerékpárútépítés, energetikai beruházás, az egészségügyi és szociális alapellátás fejlesztése, valamint városrehabilitáció valósulhat meg a megye 26 településén, így a déli térségben is. Mindenről pénteken számoltak be Fejér megye országgyűlési képviselői. Megtörtént a szerződéskötés, ami egy óriási dolog. Sok önkormányzat volt akkor a megyeházán, és folyamatosan jöttek. Ugye voltak olyan önkormányzatok, akik rendkívül sokat tettek és nyertek a pályázatokon, és ők voltak azok, illetve városok, akik a sajtó nyilvánosság előtt írhatták alá a pályázataikat. Viszont azok, akik idézőjelben simán nyertek, azok később folyamatosan jöttek be a nap folyamán a pályázatokat aláírni. És azt tudom mondani, hogy ennek a pályázatnak nem csak az az erőssége, hogy ezeket megnyerték szerződéseket, gyorsan előkészítette a MÁK, hanem azok a pénzek, amelyekről szó van ezekben a pályázatokban, azokat meg is kapták az önkormányzatok. Ezt azért is tudom elmondani, mert tegnap este közel 10 önkormányzati vezetővel volt egy megbeszélésem, és akik nyertek pályázatot, és akik aláírták a támogatási szerződést másodikán, azok mind jelezték, hogy az ő részükre meg is érkezett már a számlájukra ez a forrás 100%-ban. Sőt, hogy arról is tudok örömmel beszámolni, hogy van olyan projekt, amelynek az előkészítettsége olyan szintű volt, hogy a tervekkel készen álltak. Amikor a támogató nyilatkozatot megkapták, akkor rögtön kiírták a közbeszerzést, és jövő szerdán, tehát július 5-én 10 órakor Baracson már az óvoda, a leendő óvodának az alapkövét fogjuk lerakni. Ezzel el is érkeztünk a jelenhez. A most megítélt 3,5 milliárd forintból a déli térségnek mennyi pénz jut, és milyen fejlesztésekre fordítják? Ahogy elnök úr is mondta, a prioritások között a megyében és a pontozási rendszerben előnyt élvezett egy bizonyos mértékig a déli térség is. És hát örömmel tudom mondani azt, hogy úgy érzem, és a települések is úgy érzik, hogy végre valahára a déli térség nem a maradék elv alapján, ami megmaradt, vagy ami másnak már nem kellett, azt lecsorgatja, vagy lecsorgatták a déli térségbe, hanem komoly fejlesztési forrásokat kap a déli térség, és ezeket is alulról kezdeményezve azok az önkormányzatok, akiknek voltak terveik, vannak céljaik, azokat támogatva a megyei közgyűlés segítségével és az elnök úr segítségével támogató nyilatkozatokat kapott az elmúlt időszakban is, ugye ahogy említettem már, hiszen június 2-án több önkormányzat írt alá támogatói szerződést, de ugye a topok azok folyamatosan szerintem egészen őszig jönnek ki, és most is több olyan pályázati ablak és forrás nyillott meg, amelyeket a déli térség települései szerepeltek. Ezek közül az egyik legfontosabb, akadt azért most el is mondanám, Alap és Káloz helyi piac építésére nyert 67 millió forintot, Sárbogárd önkormányzata a barnamezős városrehabilitációba 380 millió forint körül összeget nyert, Cecely önkormányzata a 63-as út melletti kerékpárút megépítéséhez közel 500 millió forintot nyert, Lepsényi és Lajos Komárom energetikai célú beruházásaihoz ilyen 128 és 138 millió forint körüli összeget nyert, valamint, és itt puskáznom kell, Baracsa önkormányzata a szociális ellátó hálózatának a fejlesztésére közel 5 millió forintot nyert a térségembe. 4 csoportba tudnám osztani a fejlesztéseket. Van olyan, ami turisztikai jellegű, kerékpárút hálózatfejlesztés az Pázmándot és Bicske városát érinti. Bicske városában 2 szakasz tud megépülni, Pázmándon pedig a meglévő velencei tavi kerékpárúthoz tudunk majd
egy újabb szakasz csatolni, ami szerintem nagyon fontos. Orvosi rendelő felújítása nyílik majd lehetőség Gánton, ami egy kicsit Csákvárt is érinti, és Mány településen. Ezek mind a helyi közösségeknek fontosak. Ezek az épületek hát több tíz éve nem kaptak semmilyen forrást. Épületenergetikai fejlesztésre nyílik lehetőség Lovasberényben. Itt egy kicsit puskáznom kell, mert emlékszem, hogy van még egy település, nekem is egy kicsit új, és Tabajd tud még épületenergiában megújulni, és szociális városrehabilitációt pedig Bicske városában pályáztak sikerrel, az ottani kisebbség ismeretében ez egy nagyon fontos beruházás lesz. Reményeink szerint nyár folyamán minden egyes forrás le fogunk tudni legalább döntési szinten kötni. Ez azt jelenti, hogy kezdeményeztük, hogy július 14-ig minden hátralévő pályázati felhívásnak az elbírálási határideje, illetve a beadási határideje kerüljön előrehozásra. Egy kivétellel a helyi közcélú, a helyi közösség fejlesztésnél maradna a július végi, július 31-i határidő, de ezt leszámítva minden még nyitva álló ablaknál, turizmus, épület, energetika, szociális pályázatok előre jönne a beadási határidő július 14-ére. Véhetően ezt el is fogja fogadni az irányító hatóság. Mi felvállaltuk azt, és erre kértem a megyei közgyűlés többi tagját is, hogy nyár folyamán adott esetben két napos összehívással többszörösen is ülésezni fogunk, pont azért, hogy a döntéseknek köszönhetően minél előbb a településekre tudjanak jönni a fejlesztési források, a lakosság minél előbb tudja élvezni ezeknek a fejlesztéseknek a hasznait. Szintén nagyon nagy segítség, hogy a támogatási szerződések is nagyon gyors ütemben tudnak megkötésre kerülni. Példának okáért a tegnapi napig a 18 milliárd kihirdetett pályázatból már több mint 16 milliárd forint támogatási szerződéssel lekötött. Ez pedig azért szintén a települések életében érdekében nagyon fontos, mert most először pályázati újdonság, hogy a támogatási szerződés megkötését követően a település kérése esetén azonnal teljes összege a pályázatnak, tehát a támogatásnak a település számlájára kerül előleg formájában. Én azt gondolom, ezt nem kell különösebben indokolni likviditás szempontjából, mit jelent. Az évvégi cél az pedig az, hogy december 31-ig mind a 36 milliárd forint teljes egészében támogatási szerződés szintjén lekötésre tudjon kerülni, és a településeknek szeretnénk a teljes összeget idén a számlájára utalni. Nagyon helyesnek tartjuk mi is, hogy egy kicsit miniszterelnökség még próbál gyorsítani a folyamatokon, hiszen az a cél, hogy év végére az összes pályázat az eredményhirdetés után tudott legyen, hogy mi valósulhat meg az országban a 2014-2020-as forrásokból. Például a turisztikai pályázati ablakban még van a megyében egy jelentős forrás. Talán itt kell a munkát leginkább felgyorsítani a pályázóknak, hiszen ott a pályázat maga is igen összetett, de mivel a megyei önkormányzat időben tájékoztatta a településeket, így azt gondolom, hogy ezzel nem lehet probléma, talán majd előbb fogunk tudni örülni a sikereknek. Nagy a verseny az önkormányzatok között? Hát ez egy olyan lehetőség, amivel mindenki szeretne élni. Egy kicsit megváltozott jó irányba a pályázati rendszer a 2007-2013-as fejlesztési ciklushoz képest. Hiszen ott tulajdonképpen mindenki azt nézte, hogy mire van lehetőség, aztán ha kellett neki olyasmi, ha nem volt rá szüksége, hát megpróbálta. Sok-sok olyan fejlesztés valósult meg, aminek igazából nem volt súlya. Itt, ahogy a megyei elnök úr a sajtótájékoztatón is elmondta, itt egy fordított működés volt, hogy a megye koordinálta azt, hogy megyei szempontból milyen fejlesztések fontosak, és eleve már a pályázatok is így lettek kiírva. És a döntéshozatali mechanizmus is azt támogatta, hogy csak olyan pályázat lehessen sikeres, melyik mögött valós tartalom van, és ami valóban a legszükségszerűbb az adott településen, hogy megoldódjon. Nem csak a települési önkormányzatoknál, megyék között is van verseny, hiszen arról is hallhattunk, hogy Fejér megye
megyei elnök úr szerényen azt mondta, hogy szerencsés volt, hiszen plusz 4 milliárd forintot kapott, de a megye is megdolgozott ezért, hiszen nem véletlen, hogy csak 2 megye kapott plusz forrást az eredeti kerethez képest, és az önkormányzatok is nagyon sokat dolgoznak azért, hogy sikeresek lehetnek, és szerintem itt lehet egy jó összevetést is tenni, hogy sikereket majd, amikor lezárjuk a forrásoknak az elosztását, hogy akkor aki a legsikeresebb volt, az vélhetően a legtöbb munkát is belefektette. A pályázati folyamatban a megyei önkormányzat is segíti a településeket. Az első pillanattól kezdve részesei a pályázati folyamatnak. A tervező munkába már bevontuk őket. Elődeim, Varga Tamás elnök úr és Törő Gábor elnök urak kezdték meg azt a nagyfokú tervező munkát itt a megyénél, aminek keretében elkészült a megye területfejlesztési koncepciója, majd programja konkrét pályázati szándékkal, pályázati projektcsomagokkal. Ennek a tervező munkának köszönhető az, hogy most konkrét pályázatokat tudunk hozzárendelni uniós forrásokhoz, és ami még nagyon fontos, az a folyamatos egyeztetés, amiben segítségünkre vannak a megye országgyűlési képviselői, hogy ténylegesen ne egymással versengő, egymást ellehetetlenítő pályázatok kerüljenek benyújtásra, hanem egymást kiegészítő pályázatok a települések részéről. Mi magunk, mint megyei közgyűlés ehhez a jó együttműködéshez még annyit tudtunk hozzátenni, ami azt gondolom, hogy főleg a kis településeknek hatalmas segítség volt, hogy létrehoztunk egy 100%-os megyei önkormányzati tulajdonú területfejlesztő non-profit KFT-t, az Albenziszt, ami a településeknek a legelső pillanattól kezdve a pályázatok megírásától, összeállításától kezdve tudja segíteni a munkáját. Ezt a munkát egyébként most is folytatjuk és segítjük a településeket. Projektmenedzsment feladatok tekintetében azt tudom mondani, hogy a települések több mint 90%-a már leszerződött a megyei céggel, de bármilyen kérésük van, nyilvánosság, közbeszerzés, mindenben segítünk. Ez főleg a kis településeknek hatalmas segítség. Azok a települések jutottak most forráshoz, amelyek az első körből vagy nem pályáztak, vagy kimaradtak. Ilyen volt Mor, amely nyert 230 milliót városközpont rehabilitációra, Pusztaván nemzetiségi óvodája 30 millió forintot, Pusztaván nyert 15 millió forintot egészségügyfejlesztésre, nyert Nagyveleg óvodafejlesztésre, mint egy 50 millió forintot, egészségügyfejlesztésre Csákberény 20 millió forintot, Csór önkormányzata 87 millió forintot energetikai fejlesztésre, Fehérvárcsurgó önkormányzata pedig közel 110 millió forintot szintén épület energetikai fejlesztésre. Az elmúlt héten is egyeztetéseket folytattam több település polgármesterével, elsősorban olyanok, amelyeknek nem sikerült nyerni, vagy nem nyújtottak be pályázatot, és a megye elnökről egy olyan koordinációt folytattunk le, hogy szívem szerint az volna a legjobb, ha minden település egyrészt nyújtson be pályázat, és sikeresen fejlessze települését. Eznek érdekében mindent követünk, és bízom benne, hogy ez év nyarán egy olyan fejlesztési forrás áll rendelkezésre mindenkinek, hogy minden lakó meg fogja érezni, hogy a települése fejlődik. Mi lehet annak az oka, hogy bizonyos önkormányzatok úgy döntenek, hogy nem nyújtanak be fejlesztési forrásra igényt? Hát például Füle településének polgármesterével külön kellett megbeszélés folytatnom annak érdekében. Egyrészt jelezve, hogy már az elmúlt időszakban se nyújtottak be pályázatot, majd utána küldtek egy leíratot, ami nem pályázat volt, csak hogy mit szeretnének. Látszott az, hogy nem áll rendelkezésre az a szakembergárda, amely ezt a munkát segíti nekik. Így kértem polgármester urat, hogy fáradjon be a megyei önkormányzathoz. Rendelkezésre állítottuk a önkormányzatnak a munkatársait, és most úgy néz ki, hogy ezek a szakemberek meg is fogják írni a pályázatot, előkészítik, és ők például most a torna csarnokot szeretnék energetikailag felújítani, erre a forrást elő sikerült teremteni, ha sikeresen pályáznak, elérik azt a pontszámot, akkor nyerhetnek is. Tehát megnyílik az esély annak, hogy fejlődjön Füle önkormányzata, és ezzel egy példával illusztrálnám azt, hogy ilyen más településeken is előfordult. Fejér megye összesen 64,3 milliárd forintra számíthat idén a TOB-ból. A megye 106 településének 36,1 milliárd, míg a két megyei jogú város közül Székesfehérvárnak 18,6 milliárd, Dunaújvárosnak pedig 9,6 milliárd forint jut majd.